Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV híradója. Király Noémi vagyok. Ma január 30-a van, a Martinák és a Gerdák ünneplik névnapjukat. 203 évvel ezelőtt megszületett Görgei Artúr honvéd tábornok, aki Világosnál feltétel nélkül letette a fegyvert. 88 éve kancellárra nevezték ki Hitlert, és ezzel megkezdődött a II. Világháború előkészítése. És 74 éve született Elek János újságíró, a magyar híradózás egyik szellemi atya. Műsorunk elején halljuk, melyek a mai nap kiemelt témái. Elérte a 4000-et a koronavírus szövődményeiben elhunyt személyek száma Szerbiában. Újabb 1 millió adag vakcina érkezik Szerbiába február és március folyamán, ezt jelentette be a szerb elnök. Áprilistól lehet majd jelentkezni az újabb állami juttatásokra, 60 eurót kap minden felnőtt polgár. Február 1-től drágul az áram és a cigaretta Szerbiában. Fogadjunk örökbe kutyát Menheimről. Gazdit keresnek a hűséges ebek Adán. Csökkent az egy nap alatt újonnan beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. A ma 15 órakor közzétett adatok szerint 1543 új fertőzöttet regisztráltak, ez nagyjából 200-zal kevesebb az egy nappal korábbi adatokhoz képest. Az elmúlt 24 órában tesztelt 9576 személy 16%-a bizonyult pozitívnak, 17 páciens halt bele a kór szövődményeibe, ezzel a járvány kezdete óta elhunytak száma kereken 4000-re emelkedett. Kórházakban országszerte 4103 szemét kezelnek, közülük 153-an vannak lélegeztetőgépen, itt is mindkét adat csökkenő tendenciát mutat. A halálozási arány 1,2%-os. Egy nap alatt 283 új koronavírusos beteget vettek nyilvántartásba a tartomány területén, tájékoztat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Értékelésük szerint a legtöbb város és község területén továbbra is rendkívüli a járványhelyzet. Ugyanakkor Síd, Hódság, Szent Tamás és Ürök községek esetében kedvezőtlen. Az aktív esetek száma a tartomány területén 7875. A legtöbb aktív beteg Újvidéken van, 2042, a többi községben vagy városban 1000 alatt van a jelenleg is fertőzött személyek száma. Jól halad az oltókampány Szerbiában. A 450 ezerhez közelít azok száma, akik már felvették a védőoltást. Az ország az élmezőnyben áll Európában ebben a tekintetben. Az első az Egyesült Királyság, ahol 1 millió lakosra 123.287 beoltott jut, míg Szerbia a második, ahol szintén 1 millió lakosra 64.277 olyan személy jut, aki felvette a vakcinát. Majd Málta, Izland és Dánia következik a sorban az 1 millió lakosra jutó beoltottak számát tekintve. Ha a környékbeli országokat nézzük, akkor Szerbia az első, Szlovénia a második, majd Románia, Magyarország, Horvátország és Bulgária következik az 1 millió főre jutó beoltottak számát tekintve. Újabb 1 millió adag vakcina érkezik Szerbiába, jelentette be Alexander Vučić Instagram oldalán. A szerb államfő szerint az oltóanyag várhatóan február végén, március elején érkezik az országba. Mint mondta, büszke a lakosságra, amiért belátták a vakcina felvételének fontosságát. Poštovani građani Srbije, izvinjavam se što sam ovako odeven, ali sam od jutros imao više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta da pokušamo da obezbedimo što je moguće više vakcine za naše građane. Ponosan sam na naše ljude što su razumeli značaj vakcinacije. Ma délelőtt vették fel az egészségügyi dolgozók a koronavírus elleni vakcina második adagját a Magyar Kanizsai Egészségházban. Az oltóponton ma 12, míg szerdán 47 dolgozó veheti fel a Pfizer-BioNTech védőoltás második dózisát, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Gyulai Karolina, a Magyar Kanizsai Egészségház igazgatója. Hozzátette, a községben a rendkívüli helyzet megszűnése is azt mutatja, hogy a polgárok felelősségteljesen viselkednek. Nagyon örülünk, hogy a magyar kanizsai lakosság egy tényleg nagyon betartja a szabályokat, és viseli a maszkot, illetve feltétlenül a keze. Ebből láthatóan a 200-as számról leestünk már 40 alá, így az aktív fertőzöttek száma 40 alatt van a magyar kanizsa községben jelenleg.
Stagnál a koronavírussal fertőzöttek napi száma Szabadkán, mondja a dr. Bohucki Nebojsa. A járványügyi szakember elmondta, a legfrissebb adatok szerint Szabadkán 507 aktív fertőzött van, az Északbácskai körzetben pedig 613. A járvány kezdete óta 111 személy hunyt el Szabadkán a kór szövődményeiben, tette hozzá. Hangsúlyozta, a szerencse az, hogy van vakcinánk. Eddig az Északbácskai körzetben összesen 7916 személyt oltottak be. Azt is elmondta, hogy az összes eddig megjelent mutáció ellen védenek a Szerbiában használt védőoltások. Beszélünk 613 szeméről. Olyanok, hogy ha nem óvatosak leszünk a jövőbe, bírnak megduplázni. Mert mindig itt van a kórokozó, hidegebb idő, tehát ami egy csepp fertőzésnek nagyon felel meg, és ezért is az óvatosság nagyon fontos. Elsősorban gondolom a maszkra, távolságtartásra. Annak ellenére, hogy stagnál az újonnan regisztrált koronavírusos betegek száma Szabadkán, továbbra is sokan szorulnak kórházi kezelésre, és még mindig sok embernél súlyos a betegség lefolyása. Erről beszélt a subotica.com-nak dr. Gordana Krtinic, a Szabadkai Közkórház járványügyi szakembere. Szavai szerint naponta 30-50 közötti beteget vizsgálnak meg a kórház ambulanciáján. Aggodalomra ad okot szerinte, hogy továbbra sincs olyan, hogy 5 személynél kevesebbet vesznek fel egy nap alatt kórházi kezelésre. A pénteki adatok szerint 62 koronavírusos szemét kezelnek a közkórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Bizonyos feltételek betartása mellett látogathatók az idős otthonok, mondta a dr. Dária Kisics-Tepavcsevics a szerb közmédia műsorában. A szerb munkaügyi miniszter hozzátette, az egyik ilyen feltétel, hogy az intézményben 14 napja egy koronavírusos megbetegedést se regisztráljanak. Mindazonáltal arra is felhívta a figyelmet, hogy minden gerontológiai központot egyedi esetként kell kezelni. Mint mondta, az idős otthonok lakói több mint 10 hónapja nem láthatták a szeretteiket, a találkozás hozzáadáshoz szükséges feltételek pedig most teremtődtek meg erre. Pre svega da u gerontološkom centru nije bilo ni jednog slučaja COVID-19 ni kod zaposlenog ni kod korisnika u prethodnih 14 dana. Ukoliko je bila prijavljena epidemija, onda je potrebno da se odjavi epidemija, a preduslov za odjavu epidemije jeste dvostruki maksimalni inkubacioni period nakon posljednjeg prijavljenog slučaja bolesti. Zatim također je potrebno da je korisnik kompletno vakcinisan. Meghalt 89 személy és újabb 1370 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. Ezzel már több mint 366 ezer személy kapta el a vírust, és 12 ezer feletti azok száma, akik belehaltak a betegség szövődményeibe. Csaknem 260 ezeren már legyőzték a koronavírust és kigyógyultak. A magyarországi kórházakban 3582 beteget kezelnek, 264 személy állapota kritikus, ők gépi lélegeztetésre szorulnak. Áprilistól nyílik majd lehetőségük a polgároknak arra, hogy jelentkezzenek a beígért támogatásokra, amelyeket a gazdaságélénkítő csomag részeként biztosít a szerb állam, jelentette be Sinisa Malis szerb pénzügyminiszter a közmédiának nyilatkozva. Elmondta, minden felnőtt szerbiai idén támogatásban részesül. A jelentkezési mód hasonló lesz, mint tavaly a 100 eurós támogatásra, részletezte Mali. I mi ćemo tokom ove godine u dve rate isplatiti ukupno 60 evra, dakle prvih 30 evra sledi u maju mesecu, drugih 30 evra sledi u novembru mesecu ove godine, pri čemu će naši najstariji sugrađani dobiti dodatnih 50 evra u septembru mesecu ove godine. Dakle, velika pomoć svim građanima Srbije. Ismét egy lakást és 5 Fiat 500L típusú személygépkocsit sorsoltak ki ma este a Vedd el a számlát és nyerj elnevezésű állami nyereményjáték újabb fordulójában. A belgrádi lakás boldog tulajdonosa Jelena Obradovic, a főváros Zvezdara város részéből. Az autók nyertesei között van egy vajdasági magyar nő, a bezdáni horvát Katalin is. Pancsovára, a belgrádi Karaburma községbe, Indiára, valamint Gyurgyevo településre került a további 4 jár.
jármű. Az állami nyereményjáték, amelynek a szürke gazdaság visszaszorítása a célja, a jövő héten is folytatódik, szombatonként a Szerbiai RTV 1-es csatornáján követhető élőben 18 órától. Továbbra is lehet küldeni a borítékokat, de az eddig beküldött nyeretlenek is játékba maradnak. Február 1-től drágul az áram és a cigaretta Szerbiában. A háztartások és üzemi kisfogyasztók az elektromos energia kilovattjáért 3,4%-kal fizetnek majd többet. A cigaretta drágulása annak tudható be, hogy január 1-től életbe léptek azok a rendelkezések, amelyek szerint 2025-ig évente 2x1,5%-kal növelik a cigaretta jövedéki adóját. A legnagyobb dohánygyártók cigarettái is megdrágulnak hétfőtől, ezt már a kereskedők is megerősítették. Az áremelkedés valamennyi cigarettafajtára vonatkozik. A jövedéki adó emelkedése miatt drágul a cigaretta Szerbiában február 1-től dobozonként 10 dinárral. A dohányosoknak a legolcsóbb cigarettáért 270, míg a drágább, minőségi cigarettákért dobozonként akár 440 dinárt is fizetniük kell. Január 1-től ugyanis életbe léptek azok a rendelkezések, miszerint évente 2x1,5%-kal kell növelni a jövedéki adót 2025-tel bezárólag. Ennek célja, hogy Szerbia elérje az Európai Unió által megkövetelt szintet. A Palicsi Bita József majdnem egy szerbiai minimálbért füstöl el havonta. Mennyit szível naponta? 2-3 doboz. Hát akkor az jó sokba fog kerülni, a legolcsóbb cigaretta 270 dinár. Igen, igen, az én az 300-on fölül van. Úgyhogy... Akkor simán egy ezres naponta? Naponta, igen. 30 ezer dinár havonta? Lehet, hogy több. De mi a helyzet az árammal? A szerbiai háztartások február 1-től adók és illetékek felszámolása nélkül 7,9 dinárt fizetnek 1 kWh áramért. Ez 3,4%-kal több, mint eddig. A hajdújárási Raffai Szilvia családja télen részben árammal is fűt, ezért őket jobban érinti az áremelkedés. Nem örülök neki, mert nálunk elég nagy fogyasztás van, mert vagyunk öten a házba, és akkor idős ember is van, meg fiatal, aki középiskolás, szóval mindenhol megy az áram nagyon, úgyhogy... Mennyit fizetnek eddig? Mennyit fizettek most havonta? Hát nekünk mennyit fizetünk havonta? Hát olyan 7-8 ezer dinár, annyi biztos, hogy kell. A szerbiai villanygazdaság áremelési kérelmét az energetikai ügynökség hagyta jóvá tavaly decemberben. Ezt megelőzően 2019. december 1-én drágult a villanyáram, akkor 3,9%-kal, mondta Zombor Imre közgazdász. Hát ez a 3,4% azt jelenti, hogy egy átlagos 3300 dináros számla 3400 dinár lesz az emelkedés után. Hozzátette, a villanyára már a Szerbiában továbbra is az európai átlag alatt van. Nálunk 7 eurocent körül van egy kilovattóra ára, az Európai Unió átlaga 21, Szlovéniában körülbelül 16, Horvátországban 13, Bosznia és Hercegovina, Makedónia és Montenegróban 10-9-8 eurocent körül vannak. A közgazdás szerint a legfontosabb, hogy az ára már a Szerbiában ellenőrzés alatt van, tehát az illetékes ügynökség jóváhagyása nélkül nem drágulhat. Február 1-től indul az államilag támogatott alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön Magyarországon, közölte a magyar családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. Novák Katalin úgy fogalmazott, ez a kölcsön azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat, amihez szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek. Ők felvehetnek egy legfeljebb 6 millió forintos, garantáltan 3%-os kamatozású, maximum 10 éves futamidejű kölcsönt, emelte ki. Hozzátette, a kölcsön államilag támogatott, a kamat piaci kamatozás és a 3% közötti részét az állam megtéríti a pénzintézeteknek. Közölte, a kölcsönt bankfiókban lehet igényelni. Novák Katalin reményét fejezte ki, hogy az otthonfelújítási kölcsön sok családnak segít majd abban, hogy belekezdjenek egy régóta tervezett felújításba, még akkor is, ha most nincs elég megtakarításuk. Nézzük, milyen témákkal foglalkozunk még a híradó folytatásában.
Július 1-től szigorodnak a feltételek a műszaki vizsgán. Mindez 100 000 autót érint. Elégedettek a bánáti kertészek a tavalyi hozamokkal. Hétfőn találkozik egymással Emmanuel Macron és Alexander Vučić. A szerb államfő Franciaországba utazik egy munkalátogatásra. A két politikus Párizsban egyeztet egymással, ahol Vučić részt vesz egy a Macron által szervezett ebéden is. Vélhetően továbbra is szem előtt tartja a Nyugat-Balkán kérdését és Szerbia érdekeit a Joe Biden elnök által vezetett amerikai adminisztráció, nyilatkozta a Tanyugnak Anthony Guthrie. Az USA belgrádi nagykövete kiemelte, hogy Washington a továbbiakban is támogatni fogja a Belgrád és Pristina közötti stabilizációs tárgyalásokat, valamint Amerika azt szeretné, ha a régió államai között szorosabb lenne a gazdasági együttműködés. A diplomata elmondta, bármilyen megállapodás is szülessen a két fél között, nem szabad figyelmen kívül hagyni Belgrád érdekeit. Intenzívebben együttműködik az elkövetkező időszakban Szabadka és Egyiptom. Az arab ország nagykövetét Amr al-Guwayjat fogadta ma délelőtt Stevan Bakić Szabadka polgármestere. A diplomata megállapította, a mezőgazdaság, az IT-szektor, a kultúra és a turizmus terén szeretnék magasabb szintre emelni a két fél együttműködését. Az egyiptomi nagykövet meghívta Szabadka város gazdasági küldöttségét is abba az együttműködési rendszerbe, amely a vajdasági és az alexandriai gazdasági kamara között valósul meg. A nagykövet emellett gratulált a Szabadkai Városi Könyvtár évfordulója alkalmából, és egyiptomi könyveket ajándékozott az intézménynek. Osvrnuli smo se i na saradnju Egipta i preduzeća sa teritorije regionalne privredne komore Subotica i regionalne privredne komore Severno-Bačkog upravnog okruga. Tu ću izneti par podataka da je dosadašnja spoljnotrgovinska razmjena između Egipta i preduzeća našeg regiona za januar-novembar 2020. godine iznosila 300 000 dolara. Július 5-én lejár a türelmi időszak a szerbiai személygépkocsik károsanyag kibocsátásának új szabályozásával összefüggésben, így mintegy 100 000 autó nem megy majd át a műszakin az említett időponttól. A leginkább érintettek az idősebb 10-15 éves dízeles autók. Az úgynevezett DPF szűrő és katalizátor nélküli járműveket a határidőt követően nem engedik át a műszaki ellenőrzésen. A szakemberek szerint a 2015-ös kiadású és annál fiatalabb autókban a DPF szűrő jellemzően megtalálható. Korábban sok autóba ugyanakkor nem került bele, hiszen így a gyártási költség csökkenthető volt. Mivel ezek az eszközök egyébként nehezen beszerezhetők, tisztításuk, karbantartásuk pedig körülményes, sokan megválnak tőlük. Az egész rendszer ez egy kicsikét komplikált lenne magyarázni. Itt lényegében, amiről szó van, hogy ez a DPF szűrő, ez ilyen apró szűrők vannak benne még pluszba ebbe a katalizátor előtti részbe, ami a elszokott dugulni, szóval ilyen városi hajtás révén nincs megfelelő gáz kibocsátás, és akkor ezek eldugulnak előbb-utóbb. A DPF szűrők egyébként drága alkatrészek. A szerbiai RTV összeállítása szerint használtan 300 000, újonnan 1000-6000 euróba kerülnek. Van köztes megoldás is, 100 euróért beépíthető egy úgynevezett univerzális szűrő is. A károsanyag kibocsátással kapcsolatos új szabályozás mintegy 100 000 autót érinthet az országban. Vozila koje su na dizel, ako pričamo o polovnim automobilima, naročito ako su Euro 3, to su prilično stara vozila, dakle između 15 i 20 godina starosti i svi oni sistemi koji treba da prečišćavaju izduvne gasove kao što su katalizatori, DPF filteri, prosto se kvare. A károsanyag kibocsátást egyébként számos országban szabályozták már, és összefüggésben van a légszennyezettség csökkentésére való törekvéssel. A DPF szűrővel kapcsolatban ilyen szabályozás van érvényben Szlovéniában, Horvátországban és Magyarországon is. Ugyanakkor ezekben az országokban nem okoz problémát a szabály a fiatalabb géppark miatt.
Utoljára 2013-ban volt a gabonának olyan magas ára az újvidéki terménytőzsdén, mint jelenleg. A kukorica kilogramonkénti ára a hétvégére 22, a búzái 24,5 dinár volt. A kenyérgabona ára mintegy 2,5%-kal volt magasabb most, mint az előző héten. A legtöbbet kukoricával kereskedtek, a forgalom 3375 tonna volt. A szójáért 58 és 59 dinár közötti árat kellett fizetni kilogramonként áfa nélkül. Ez csak nem 2%-os csökkenést jelent. Ezen a héten egyébként 40%-kal kevesebb áru cserélt gazdát az újvidéki terménytőzsdén. A bánáti kertészek nem panaszkodnak a tavalyi terméshozamokra, viszont a túltermelés miatt gondot okozott a kertészáru értékesítése. A járványhelyzet ellenére bizakodóan tekintenek az előttük álló évre. A Magyar Ittabéi Patai Attila például új hűtőház és munkacsarnok építését tervezi. Patai Attila kertészetében januárban is gőzerővel folyik a munka. 80 hektárnyi földterületen tavaly mintegy 2500 tonnányi kertészáru termet. Ebből 2000 tonna sárgarépa volt. Az árut, tehát ugye a 2020-as év végére el tudtuk adni, tehát a termelésnek azt mondom, hogy körülbelül a 20%-a, ami most még kint van a határba. Ez főleg olyan kultúrák, amik átélik ezt a hideg telet. Sárgaripából nagyon kevés maradt kint, azt le tudtuk takarni. Az most vár majd még a kiszedésre. Kint van még ugye petrezselyem és pasternák, ami kint tud maradni. A családi kertészet több mint 20 éve létezik. Folyamatosan fejlődtek, és jelenleg a beszállítói egy nemrégiben Szerbiába érkező kereskedelmi üzletláncnak. Mostani kapacitásunk, ugye, ami a gépeket illeti, ami a csomagolási részleget illeti, ez mind mostan kicsi. Így, hát hála most a Prosperitárti Alapítványnak, hogy kiérte ezt a nagy pályázati kört, amiben én gondolom, hogy hát belefogunk lépni és belevágni. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy hát ezeket a úgymond álmakat most már valóra is váltsuk. Az elképzelések szerint egy 2000 négyzetméternyi épületben helyet kap a hűtőház, valamint a gépsorok, a mosó, csomagoló és a pakoló rész. Lehetőség lesz másod- és harmadosztályú kertészáru hasznosítására, és javulnak a kiviteli kilátások is. Románia az első piaci lehetőségünk, és minden áron vissza szeretnénk jutni erre a piacra. Igaz, hogy hát még a helyzet nem mondhatom, hogy hát megengedi. Vannak kivitelek sokkal kisebb tételekbe, mint idáig. Hát gondolom, hogy most már ugye megoldódik ez a járványhelyzet, és akkor bár az a szempont ugye ki lesz iktatva. A beruházás egyben munkalehetőséget is jelent az 1000 lakosú bánáti faluban. Patai kertészetében jelenleg is mintegy 60-an dolgoznak. Bár a hagyományos kisüsti verseny és a Kocsonya Fesztivál idén a járványhelyzet miatt elmaradt, a pálinka és kocsonya minták értékelését és az eredményhirdetést megtartották Bácskosudfalván. A szervezők elmondták, nem akarták megszakítani a több éves hagyományt, azonban a következő fesztivált már nagyobbra tervezik, mint az eddigieket. A helyzet ellenére azonban az idei szemle is szolgált meglepetéssel, ugyanis még Kínából is érkezett pálinka minta a versenyre. Összesen 502 párlat 16 kategóriába sorolva versenyzett idén a Bácskosudfalvi 7. kisüsti fesztiválon. Sárgarépa, uborka, tök, sőt gabona és banán párlatokat is értékelhetett, kóstolhatott idén a zsűri. Persze a már klasszikusnak számító alma, körte, birs, barack és cseresznye pálinkák is versenyeztek. Érkeztek párlatok Szerbiából, Magyarországról, Horvátországból, Szlovákiából, sőt Kínából is. Fábrik Attila, a kisüsti szervezője elmondta, a minőségi érett gyümölcs mellett a cefre elkészítése is nélkülözhetetlen a jó pálinka kifőzéséhez. Amikor megindul a második főzés, ugye mi kétszer főzünk, amikor megindul a második főzés, mindig el kell venni a rézeleit. Mert a rézeleje, az, mint úgy hívjuk, a rézeleje, ugye ez az erős alkohol, az a metilaldehidek, utána nagyon elnyomják a gyümölcsnek a karakter, azt az illatát. Mikor egy pálinkába, mikor bíráljuk a pálinkát, akkor is az első az, hogy
megillatoljuk, és akkor már érződik abba a pohárba, hogy ez egy tiszta, sima gyümölcs illatot érzünk, ami dominál, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez például egy nagyon finom körtepálinka, és hogyha benne van ez az eleje, ez a rézeleje, akkor az egy ilyen szúrós, kellemetlen, ohós szagot ad. A Bácskosút falvi Ady Endre Művelődési Központ adott helyszínt az idei díjkiosztónak. 25 serleg talált gazdára, a szervezők pedig elmondták, a minták csaknem 75%-át díjazták. Az entai Bilicki István például 25 párlattal nevezett, azonban a megmérettetés bajnoka mégis a padély Szabácsi Eduárd bírspálinkája lett. A bízsből 18 litert kaptam, úgyhogy nem valami sok, nem is volt valami rekordtermés, de... Mennyi gyümölcsöt használtam? Hát olyan 350 kilót pucoltunk ki, hát abból jócskán ki lett dobva, mert azért elég hibásak voltak a gyümölcsök, de hát azért két nagy hordóval, úgyhogy én meg voltam elégedve, nekünk elég lesz a jövő évig. Bár a megszokott Kocsonya Fesztivál elmaradt, a zsűri 10 mintát minősíthetett Bácskosút falvi hagyományos és különleges kategóriákban. A legjobb a zombori Buda István munkája lett. A receptnek a titkát elárulná? Hát ez egyszerű. Jól meg kell főzni, jól meg kell mosni, elő kell készíteni az anyagot fokhagymával, sóval, hagyma és egy kis fűszer kell hozzá, és ennyi az egész. És türelem, és a kocsonyát 300 percig főzni kell. A járványhelyzet felülírta a szervezők eredeti terveit. Ennek ellenére, ha visszafogott keretek között is, de minősítették a 4. Kocsonya Fesztiválra beérkezett munkákat. Szeretnénk a jövő évben, amennyiben ezt megengedi természetesen a járvány és annak rendelkezései, egy picit tovább gondolni, egy kicsit újítani, bővíteni, nagyobbá tenni, főleg azért, hogy az idei évben ugye ilyen nagyon házi bajnokságra kellett, hogy szűkítsük a kört a gyülekezési tilalmak miatt. Jövőre gasztronómiai és kulturális programokkal szeretnék színesíteni a rendezvényt, mondták a szervezők. Menhelyről örökbe fogadni kutyát jó dolog. Amellett, hogy nemes cél, kiváló társa találhat az ember. Az Adai Pongó Állatvédő Egyesület Menhelyén az elmúlt évben az átlagosnál több négylábú talált gazdára, ugyanakkor még mindig sok kutyus várja, hogy szerető otthonra találjon. Laták Zsuzsanna közel 8 éve hozta létre Adán a Pongó Állatvédő Egyesületet, ahol először csak pár kutyának tudott menedéket biztosítani. Ma már aktivistáival együtt több mint 100 kutyáról gondoskodik. Az évek folyamán nagyon sok kutyát, körülbelül 500 kutyát adtunk örökbe. Az idén, vagyis a 2020-as évben pedig körülbelül 50 kutyát. Sok kutyát külföldre is el tudunk juttatni, de nagyon sokan, akik tehát a kutyusokat szeretik, azok itt a mi Adán, Zentán és a környező helyekről is örökbefogadnak. Az örökbefogadási szerződés az kötelező ilyenkor, ugyanis csak úgy adunk kutyust. A vezető kiemelte, hogy rendkívül sok segítséget kapnak az Adai önkormányzattól, valamint külföldön élő önkéntesek is segítik a menhely munkáját. El is kél a segítség, hisz a kutyák sok türelmet, odafigyelést igényelnek. Mindemellett a szakorvosi vizsgálatokat, akár műtéteket is elvégeztetnek az oltalmuk alá kerülő ebeknél. Célunk pedig az, hogy minél több kutyát örökbe adjunk, mert mindig több kutya lenne a menhelyünkön, ahol létezhetetlen ennyit befogadni, és ezért tehát az első cél, hogy megmentsük a kutyákat, a második cél pedig az, hogy őket örökbe is tudjuk adni. Az örökbefogadás szempontjából az elmúlt évet rendkívül sikeresnek könyvelhetik el, hisz több mint 50 oltalmuk alatt álló kutya talált gazdára. A moholi Ózsvár Róbert most döntött úgy, hogy egy menhelyi négylábú gazdája lesz. A kiválasztott ebbel rögtön megtalálták a közös hangot. Hát főleg választani kellett egy nyüstén kiskutyát, mivel hogy nekünk ennek a kutyának a párja a Skand volt, és ő is kankutya, de testvérek voltak is, akkor bírták egymást. Ellenben két idegen kankutya az leöli egymást, és akkor azért választottunk nyüstént, és akkor kértünk képeket a menhelyről, hogy milyenek vannak.
ez a kiskutya szimpatikussá vált, akkor megnéztük, akkor megtetszett és elhoztuk. Menhelyi örökbefogadás előtt fontos tudni, hogy egy mentett kutya sok esetben teljesen más hozzáállást igényel, mint egy tenyésztőtől vásárolt kölyök kutya. Ezért kifejezetten nagy jelentősége van annak, hogy az első pillanattól kezdve ki tudja gazdája vívni a kutya bizalmát és tiszteletét, mondják a szakemberek. Megjelent Váradi Tibor akadémikus dokumentum próza szövegeinek egy angol kötete is. A People in Spite of History című kötetet Magyarországon és Amerikában is kiadták. Az angol nyelvű kötet, ahogyan a korábbiak is, a saját családja, édesapja és nagyapja ügyvédi irathagyatékából született, ahol 1896-tól minden irat megmaradt. Ezeknek a könyvbe való foglalásával foglalkozik már egy ideje. Kis Ernő aradi vértanúnak Eleméren volt a birtoka, és az ő dédunokáján a pereivel is foglalkozik most Váradi Tibor. Ezeket szintén a nagyapja kezelte. Az akadémikus elmondta, a kezébe került Kis Ernő leveleinek egy nyomtatott változata, amit a család adott ki 50 példányban, és ezek közül a 15. maradt a nagyapjánál. Ezt is befűzi majd a szövegbe, hamarosan pedig egy új magyar nyelvű kötete is megjelenik. Az utóbbi 4-5 évben már csak ezzel foglalkozom. Úgyhogy most jelenik meg az angol kötet. Februárban kellene, hogy megjelenne egy új magyar kötet, amelyben szó lesz például egy evangélikus lelkészről, akinek az volt a bűne, 45-ben vádolták, hogy népellenes mosolyt követett el. Úgyhogy a könyv címe is népellenes mosoly volt. Mert amikor bevonult a szovjet hadsereg, akkor ő az ügyész szerint cinikusan mosolygott, és ez volt népellenes mosoly. Tehát a következő magyar könyvem címe népellenes mosoly lesz. Borús vasárnap elé nézünk, Vajdaságban több helyen is számíthatunk csapadékra. Az előrejelzések szerint holnaptól egy erősebb lehűlés éri el térségünket, a napokban tapasztalt tavaszias időjárás után. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet -1 és 7, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. Hétfőn némileg hidegebb lesz az idő, továbbra is túlnyomóan borult marad az ég. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet prognózis alapján ezen a napon akár havas eső, havazás is előfordulhat. A jövő héten rajtol a szerb labdarúgó szuperliga tavaszi szezonja. Február 5-én, pénteken a Vojvodina TSC lesz az első szuperligás meccs a 2021-es évben. Másnap, szombaton 5 meccset rendeznek. A Zlatibor ellen lép pályára a szabadkai Spartakusz, de Partizan Napredák és Metalas Radnički Niš meccs is lesz. A listavezető Crvena Zvezda vasárnap a Novi Pazarnál vendégeskedik. A tabellán előbbiek 53 pontot gyűjtöttek, őket követi a Partizan 44, majd a Vojvodina 42 ponttal. A TSC 27 szerzett ponttal a 8. a szerb első osztályú labdarúgó bajnokságban. Eddig tartott a híradó, jöjjenek még egyszer a nap kiemelt témái címszavakban. Elérte a 4000-et a koronavírus szövődményeiben elhunyt személyek száma Szerbiában. Újabb 1 millió adag vakcina érkezik Szerbiába február és március folyamán, ezt jelentette be a szerb elnök. Áprilistól lehet majd jelentkezni az újabb állami juttatásokra, 60 eurót kap minden felnőtt polgár. Február 1-től drágul az áram és a cigaretta Szerbiában. Fogadjunk örökbe kutyát Menhelyről, gazdit keresnek a hűségesebbek Adán. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Műsorainkat, riportjainkat, filmjeinket visszanézhetik a pannonrtv.com-on. Ha tehetik, nézzenek bennünket a továbbiakban is. Vigyázzanak magukra. Szép estét, viszontlátásra!